Meglepő módon önálló jelöltet indít a 13. kerületben az LMP, ahol évtizedek óta az MSZP Tóth József magabiztosan húzza be a polgármesteri tisztséget a választásokon. A párt szerint itt az idő, hogy kapjon egy zöld alternatívát is a kerület Kanász Nagy Máté személyében. Ungár Péterrel beszélgetünk. Itt van tehát az LMP társelnöke, jó estét! Jó estét kívánunk! Ha a 13. kerületben indulnak, akkor arra nagyon sokan mosolygással reagálnak, ott egy örökös polgármester regnál, Tóth József személyében az MSZP polgármestere, 34 éve, vagy valahogy így, nem is tudom egészen pontosan. Talán igen. Mi értelme van vele szemben elindulni? A politika, jó estét kívánok, a politika egy tapasztalati szakma alapvetően, és persze számít az, hogy valakinek milyen rutinja van, de hát Tóth József a 20. század embere. Tehát ő 20. századi módon gondolkodik arról a kerületről, egy múlt századi városfejlesztési koncepcióba. Hát épp azzal szokták dicsérni, hogy mekkorát fejlődik a kerület. Hogy vannak jó dolgok, ezt soha nem fogjuk vitatni, de alapvetően egy 20. századi polgármester, és szerintünk 21. századi alternatíva kell. Érdekes, hogy Tóth József, és ezt kevesen tudják, a legautóspártibb kerületvezető Budapesten tulajdonképpen. Azt honnan lehet tudni? Meg kell kérdezni amúgy az általam sokat kritizált főpolgár, jelenleg regnáló főpolgármestert is ezt fogja mondani. Tehát Tóth Józsefnek az a gondolata, hogy minél több utcai autós parkolás van, annál jobban használjuk a közterületet. Szerintünk a parkolás nem az utcán kell megoldani, és szerintünk sétáló utcák kellenek, villamos kéne, és egy zöld kerületet kéne létrehozni, ahol mindenki kicsit komfortosabban tud élni, és ezért indítjuk Kanász Nagy Mátét a 13. kerületben. Találkozott Tóth Józseffel? Igen. Ilyenkor az ember, amikor bejelent egy indulást, akkor előtte elmegy a polgármesterhez? Én egy régi módi típusú vagyok, ezért... 20. század. Ebből a szempontból 19. századi, úgyhogy elmentem és elmondtam polgármester úrnak, hogy részt fogunk venni a választáson. Nem iróniának szánom, örült? Én azt éreztem, és ez nem vele kapcsolatos, csak az egész helyzettel, hogy azt gondolja mindenki, hogy attól még, mert valaki sok ideje van, attól még neki sok ideig maradnia kell, és nem kell a választásokon érdemben kivívni az emberek bizalmát. Mi nem így gondoljuk, mi azt gondoljuk amúgy, hogy ahol verseny van, az jót tesz a választópolgároknak. Minél nagyobb étlapról tudnak a választópolgárok választani a 13. kerületben, a fővárosban, vagy akár Veszprémben, vagy Szolnokon, annál jobb. Vitézi Dávid a Fidesz és az LMP közös jelöltje? Nem. Mert hogy ezt mondja az ellenzék egy része. Igen, az ellenzék egy részének azt tudom mondani, hogy az LMP még nem döntött a jelölésről, de szerintem jól tennék, ha felkészülnének egy érdemi versenybe. Az LMP nem döntött, vagy Vitézi Dávid nem döntött, egyik és sem. Ezért nem tudják bejelenteni. Egyik sem döntött, amint ez a döntés megszületik, kommunikálni fogjuk, de én szerintem a magukat köztársasági gúnynéven hívó oldalnak jót tenne, hogyha felkészülnének arra, hogy egy érdemi program alapú versenybe megvédjék a pozíciókat. Az miért gújnév, hogy köztársaságiak? Azért, mert nem választunk júniusban államformát, hanem fővárosi vezetést választunk. Jelenleg Oroszország egy föderális köztársaság egy köztársasági elnökkel, mégsem demokrácia, önmagában az, hogy köztársaságpárti, ez a francia politika történetben, meg a Star Wars-ban jelent valamit, Magyarországon semmit. És nem tudja Karácsony Gergelyt sem megérvelni, hogy miért köztársaságpártinak hívja azt az oldalt, amit ő elvileg vezetni akar, azon kívül, hogy el tudja mondani, hogy aki nem vele van, az rossz. Ha Vitézi Dávid nemet mond, az elképzelhető, hogy az LMP végül mégis Karácsony Gergely mögé áll? Hát én erre most nem fogadnék nagy összegben. De ha nincs főpolgármester jelöltjük, akkor kell három polgármester jelölt. Már ezért van ott Kanász Nagy Máté Tóth Józseffel szemben? Fontos számunkra az, hogy a fővárosi közgyűlésben önálló zöld képviselet legyen, de amit a Túlipót városról elmondtam, azt tényleg komolyan gondolom, hogy nem lehet hagyni, hogy ne legyen valódi verseny kerületekben. És mi azt gondoljuk, hogy a verseny jót tesz a 13. kerületieknek, és kell zöld alternatíva Budapest egyik legfontosabb kerületében. Orbán Viktor ma kiállt és elmondta, hogy alaptörvénymódosítás kezdeményez a pedofil ügyek súlyosabb megítélése érdekében, a köztársasági elnöktől elvonja a kegyelmi jogkört ebben a tárgykörben. Mit gondol erről? Én mélységesen csalódott vagyok. Itt az történt, hogy egy közhatalma gyakorló személy egy pedofília eltusolásával érintett embernek kegyelmet adott. És a mai napig nem tudjuk,
hogy miért kapta ezt a kegyelmet. A miniszterelnök a konkrét ügyben a magyar választópolgárokat nem tájékoztatta. A köztársasági elnök erről a konkrét ügyről a magyar választópolgárokat nem tájékoztatta. Azt gondolják, hogy nem kell érdemben elmondaniuk, hogy mit miért csinálnak. Ezt egy súlyos problémának látom. A másik. Szerintem a kormánypárti szavazók, azok, akik a Fideszre szavaztak 2022-ben, jelentős részben azért tették, mert számukra egy nagyon fontos érték volt az, hogy a világ egy veszélyes hely, és ezzel szemben a gyermekeket meg kell védeni. Én szimpatizálni tudok ezzel a gondolattal. Ezeket az embereket árulta el most a Fidesz közössége, hiszen ezeknek az embereknek a különböző érzelmeik, ezeknek az embereknek a nagyon fontos alapelveikkel szembe menve adták meg ezt a kegyelmet, majd nem magyarázzák meg nekik, hogy miért tették. Ismétlem, a miniszterelnök bejelentett egy alkotmánymódosítást, amit támogatni fogunk, ezzel nem válaszolta meg, hogy ennek a pedofiliát eltakargató embernek miért kellett kegyelmet adni. Mi a válasz a miértre? Felelősöket szeretne, vagy magyarázatot? Mind a kettőt. Tehát úgy gondolja, hogy annak, hogyha megkapja a magyarázatot, annak lesz egy, a társadalom, akkor annak lesz egy személyi következménye is onnantól kezdve, addig pedig nincs. Hát természetesen valaki mondja már el, hogy kirakta ezt a dokumentumot a köztársasági elnök asztalára, hogy megkapja a kegyelmet, és ő miért írta alá. Tehát amikor a aláíró aktus megtörtént, akkor az agyában milyen gondolat volt? Ez ugyanis, amikor ő ezt aláírta, mindannyiunknak a felhatalmazásával élt. Tehát ő mindannyiunknak elszámolással tartozik arra, hogy miért adta meg ezt a kegyelmet, és ezt nem mondta el a miniszterelnök. Elmondta, hogy nagyon rossz dolognak tartja a pedofiliát, nagyon helyesen mondta el, ebben egyetértünk, de nem mondta el, hogy miért adták meg ezt a kegyelmet, és addig ez az ügy nem fog az emberek felháborodásából kikerülni, ameddig nem válaszolnak erre a kérdésre, és sunnyognak, a fideszes szavazók pontosan tudják, hogy itt sunnyognak, mert nem mondtak semmit arról, hogy ez miért történt. Hát Orbán Viktor úgy jelentette be, hogy a vita van a kegyelmi ügyek kapcsán, de hogy milyen vita van, milyen azt vita nem van? Hát milyen érvek vannak a másik oldalon? Tehát azt mondja a miniszterelnök, hogy vita van erről a kegyelmi ügyről, a vita azt feltételez, hogy két ellentétes érvelő oldal van. Mi az állítás, hogy ez a kegyelmi döntés miért volt helyes? Novák Katalin is ezt mondta, hogy minden kegyelmi döntés megosztó, mondta erre a konkrét. De akkor erről Novák Katalin a budaházi ügyben már egy nagyon hibás kegyelmi döntést hozott. Annak sem vonta le a következményét, most van ez az új. Ennek nem következménye az, hogy elutazik Dohába, nagyon sok Facebook képet posztol ki, és úgy viselkedik, mint egy influencer, és közben nem válaszol arra a kérdésre, hogy miért adta ismételten ezt a kegyelmet meg, mi volt az indoka. És erre nem válaszolt a miniszterelnök, és erre nem válaszol tőlük senki. Viszont a miniszterelnök mondataira válaszolt Novák Katalin, azt mondta, hogy örömmel fogja aláírni az egyébként az ő köztársasági elnöki jogkörét korlátozó előterjesztés. Úgy látszik, az nagyon furcsa. De nem értem. Tehát vannak egyéb nagyon súlyos ügyek is. Például a terrorizmus. Tehát az az ember, aki pedofiliában nem tudja eldönteni, hogy helyesen ad kegyelmet vagy nem, őt továbbra is felhatalmazzuk azzal, hogy terrorizmus esetén eldöntse? Lemondatná Novák Katalint? Természetesen. Novák Katalin nem maradhat tovább a Magyar Köztársaság elnöke. Novák Katalin elárulta azokat az embereket, akiknek a szavazataink keresztül a közvetett demokráciába ők köztársasági elnök. Van olyan ellenzéki párt, hát gyakorlatilag szinte mind, amelyik Varga Judit távozását is követeli. Ezzel is egyetértünk. Varga Juditnak ez a harmadik esete. Volt a Pegazus ügy, utána volt a Völner Sadl ügy, most pedig van ez. Azért ilyen rövid miniszteri ciklus alatt három ilyen súlyos vétséget elkövetni nagyon ritka. Ungár Péter, köszönöm szépen. Én köszönöm.